És akkor arra jött egy kislány, aki benyitott a szobába, és ott volt egy kutya, aki feküdt a földön, és segítségért kiáltott. Ne, ugye nem. Segítségért kiáltott, és nem segítette ki senki sem. Ugye nem. És tudod, hogy mi volt a kutyának a neve? Ne, ugye nem. Kis! Ne! Jó, nyugi, na, ez segít szólsz. Kicsit, de felém jön a füst, menjen már innen. De nem tudok odaülni, rendesen elfulladok. Vidd arra, nyugodtan a széket, vajon segítek. Na, vidd egy kicsit így arrébb. Én addig még sütögetem a vizét. Jó, van, én is úgy elkezdem minnyel sütögetni meg ilyenek. Na, üljél oda nyugodtan. Tök finom. Jaja, jó lesz ez a májva cukor, hogyha megsül. Tök jó, te teheteket tudsz, ezeket csonnan izelted. Hát, na, igazából voltam már itt táborozni Husival, meg minden ilyes, meg Kis Danival. Aztán, ja. Úgy kicsikét kezdek már elálmosodni, nem tudom, hogy vagy vele. Mit csinálsz, álmosodsz? Hát, na, este van már lassan. Elkezdesen bekényített már a szemem. Mennyi az idő? Elhozta a telefonodat? Nem hoztam, nem akarok ilyenkor telefonozni. Mi van, hogyha megszámolni, mint egy medve? Várjál, nézd, ilyen cserkész trükkel ki lehet számolni. Várjál, ott a hold. Igen. Ott van mellette igen. Három csillag, az azt jelenti, hogy 3 óra múlva éjfél, nem? Te honnan tudod? Hát mit tudom te én? Te is voltam cserkész táborba? De hogy voltam cserkész táborba, csak tippelek. Na jó van kis, ja, menjünk jó, aludni. Jó, jó tipp volt. Feküdjünk le. Akkor bezárom. Jó van. Na jó van. Jó éjszakát. Félek. Dani, kejfe. Mi az? Hallottam valami ijesztő hangot. Milyen ijesztő hangot? Nem tudom, kintről. Várjál már. Mi ez a hang? Nem tudom, de félelemetes. Nem tudom, ez nagyon ijesztő, ne? Meg vihar is van. Hallod, hogy közelít? Igen. Egyre közelebb hallom ezeket a hangokat. Ne. Ajaj. Ez nem állatnak tűnik. Nekem sem állatnak tűnik, ez nagyon ijesztő. Jézusom. Itt van a sátornál, kis. Itt van jobbra, itt hallom. Kérlek, ne! Kérlek, ne! Husi! Te hogy kerültél ide? Ja, új. Tényleg, Husit ott hagytuk. Hát igen, már hozzászoktam, de bocsi, Husi! Gyere be gyorsan! Bocsi! Úgyis akkora nagy vihar van. Igen, csak álljál fenn már, fenn vissza a sátor, ne bele a szél! Jó. Oké, okay. Uram, atyám! Ide csapott ide a villám. Eléggé. Ide, nem tudom, valahova volt tudod. Valahova, de mondjuk már lehet ez így nem, ide rak keresztbe, vagy nem tudom. Ja, mondj, igen. De már nagyon nagy a vihar. Nem tudom, hogy ez hogy lesz, mert... Tudom, egy kicsikét kezdi ijeszteni, de... Haj, Husi, tehát nagyon halálra ijesztettél minket. Már azt hittem, hogy jön valami szellem, vagy bármi. Hát jó, hát miért nem jöttél? Hát beszálltál volna a kocsiba, vagy valami? Nem, de én viccesebbnek találtam. Jó, mindegy akkor, nem tudom. Most mi legyen, akkor megy a sátor az olyan, hogy 5 perc múlva kb. El fog ázni, vagy nem tudom, már látod, itt ázik át. Látom, kezd egy kicsit elég gond lenni. Nagyon kezd becsapni a víz, meg minden. Hallod, kezd valami, nem tudom, kezd valami füst lenni kint. Ez por. Ez a por? Ajjaj. Jézusom! Nem jó, menjünk innen! Jézusom, mi ez? Nem vigyázzatok! Uram, hogy sem ki... Mi ez itt kint? Nem lehet kimenni! Nem bírok kimenni, mi ez? Nem bírok kimenni! Úristen, de fúj a szél! Jézusom, de nagyon fúj a szél! Jézusom, ne! Felkapott! Mi ez? Nem ez tudom. Ez olyan, mint a csúrikám, vagy nem tudom mi ez, tornádó! De vigyázzatok! Fussatok! Csak fussatok! Mi ez? Meneküljetek! Jézusom! Csak fussatok el minél messzebb! Jézusom! Gyertek, ne álljatok meg! Jézusom, várjatok meg! Gyertek! Gyertek! Engem is felkapott! Csak fussatok! Jézusom! Nem tudom, látom! Ott van valami! Mi ez itt? Nem tudom, mindegy, csak fussatok át a hídon! Jó! Gyerünk! Helyek, nagyon esik az eső! Gyerünk! Ez valami kastély, vagy mi ez? Nem tudom, mi ez jó, gyerünk, gyorsan fussatok át a hídon! Jaj, nyugi! Mi? Jaj! Újjaj, itt van valaki! Jézus!
Itt van valaki, jó napot! Gyertek be! Szívesen látnak titeket! Urvan atyám! Jó! Gyernek, van-e valami problémája, de nekem úgy néz ki, hogy valami problémája. Csak bejjön! Jó napot kívánok, uram! Köszönjük, hogy beengedett! Igen, köszönjük a vendéglátást. Nagyon szép háza van amúgy, igen. Igen, nagyon szép. Nézzetek csak körbe, drágaságaim. Oké. Jó van. Leülünk mi így, szerintem minden nappaliba, aztán ennyi. Jó van. Jézusom, oké, srácok, mi a jobb? Az, hogy megöl minket egy tornádó, vagy hogy egy ilyen őrült elegybe vagyunk zárva? Csak nem őrülsz annyira, lehet csak rossz napja van. Hát nem tudom, lehetséges. Hát srácok, szerintetek mi a jobb? Az, hogy itt vagyunk összezárva egy őrült el, vagy inkább kint megöl minket egy tornádó, meg az eső, meg ilyenek? Csak nem annyira őrült, lehet csak rossz napja van. Rosszabb életünk lesz úgy, hogyha itt vagyunk egy őrült el, mint hogy megöl minket egy tornádó, szerintem. Nem tudom mit csinálni. Husi, ezt a napot valahogy túléljük, aztán holnap elutazunk, aztán ennyi. Legalább befogadott minket, legalább kedves és nem gonosz, érted? Nem? Hát, ja. Nézzük a jó oldalát. Na jól van. És akkor most mit csináljunk? Maradjuk itt, én megpróbálok vele beszélni, okés? Oké. Vigyázz meg a drámát. Igyekszem. Hello, kedves ember, aki befogadott minket, merre vagy? Jó napot. Milyen menő ez a kép mondjuk. Ez biztos ő. Jó napot, kívánok. Elsősorban megtudhatom a nevét esetleg, vagy bármi? Hát hello újra. Hello. Mi szél hozott erre? Hát érdekelne esetleg elsősorban neve, hogy hívják. Tomasz vagyok a gondnok, és téged fiacskám. Hát én Dani vagyok, üdvözlöm. Nagyon nagy vihar van, és igazából a tornádó elfújta a sátrunkat, ezért vagyunk itt. És érdekelne esetleg egy napot nem-e tudnánk itt tölteni valahol. Akár többet is maradhattok. Oké, jól van. Vacsora vagy ilyesmit esetleg, hogyha nagyon szépen megkérjük, vagy nem tudom, bármilyen opció van. Már is csinálom, te csak ülje vissza. Oké, jól van, köszönöm. Uram, atyám, a hideg is kirázott ezektől, Jézusom. Husi, te végig hallgatóztál? Kicsit, de találtunk valami érdekes dolgot. Gyere, de végig menjünk. Itt a váltó, de van valamilyen narancsárga cucc, vagy nem tudom, ilyen fura bőrszínű. Nem tudom, hogyha nagyon sokáig nézitek, akkor... Kész a vacsora! Ahhoz ne nyúljatok! Oké. Jó, nem fogunk. Remek, jövünk akkor, hol van a vacsora? Indulás! Jó. Indulás! Oké, ez itt a... látom, tényleg készen a vacsora. Egész jól néz ki, mondjuk. Ja, úgy egész király. Jajó. Jöjjetek csak le. Rendben. Hát akkor jó étvágyat, srácok, akkor egészségetekre, meg ilyenek. Jó étvágyat. Úristen, nagyon tele vagyok. Remélem, mindenki jól lakott. Igen, jól voltam úgy. Ó, ez a reggel különleges lesz a reggeli, készüljetek! Rendben van! Megtetszik nekünk mutatni, és hogy hol tudunk aludni, meg ilyenek? Persze! Rendben, köszönjük szépen! Jó! Na gyertek, kövessetek! Oké. Jó van! Ez a kaja amúgy? Ez nem volt rossz! Ja, amúgy jó volt a kaja. Nehogy lemaradjatok. Nem maradunk. Jövünk. Istenem. Kövessetek csak. Okés. Amúgy merre esküszöm ez a ház. Nagyon szép ház van, uram. Gyertek. Már hamarosan odaérünk. Jó, okés. És itt be. Oké. Köszönjük szépen nagyon. Ha bármi van, szólunk, okés? És csak óvatosan. Kikügyke, mi fordul elő ebben a házban. Rendben. A pincét nehogy meglátogassátok, főleg éjfél után. Akkor érdekességek vannak a házikumban. Rendben. Rendben. A hideg is kirázt tőle, de komolyan mondom. A hátamon áll fel a sző. Amúgy, várjátok már, nem gyanús nektek amúgy, hogy három darab ágy van pontosan, és mi pont hárman vagyunk? Nem tudom. De négy tányér van, szóval ez itt van valami. És mi ez a kis figura itt?
Ne, Jézusom, milyen figurán, na jó, nem. Oké, okay, minden srácok. Csak feküdjünk le aludni, oké? Okay? Essünk túl ezen a napon. Én fekszek melletted. Ja, de hát... Tök, de te húsi voltam meg, ti megölnétek egymást. Vagy nem tudom, döntsetek ki, alszik mellettem. Jó, akkor aludjatok ti ketten, oké? Jó, kibírom. Na, jó éjszakát, srácok! Jó, vagy. Ezek sem fognak innen egy hamar kiszabadulni, azt már garantálom.